Hányszor érezzük azt, hogy Istennek itt lenne az ideje már, hogy cselekedjen a mi életünkben, hogy most már valami történjék, mert már nem bírjuk ki. Na hát a Zsoltárokban szintén olvashatunk ilyen imát és ilyen tapasztalatot. Azt mondja a Zsoltároson keresztül az Isten beszéde. Uram, meddig felejtkezel el rólam végképp? Meddig rejted el az orcádat előlem? Meddig kell tanakodnom a lelkemben, bánkodni a szívemben naponként? Meddig kapcsolgatom az internetet, a televíziós állomásokat, és sehol nem találok semmit, ami felüdíteni a lelkemet? Uram, meddig hallgatsz még? Nézz ide, felelj nekem, Uram, Istenem, világosítsd meg a szemeimet, hogy ne aludjam el halálra magamat, hogy ne mondják az ellenségeim, hogy le vagyok győzve, hogy a háborgatóim ne őrüljenek, hogy tántorgok. Uram, meddig tart ez? A gyülekezetekben nem egy közkedvelt téma Istennek a hallgatása. A Zsoltáros azért akad ki, és azért panaszkodik Istennek, hogy Isten hallgat, nem válaszol. Pedig megvan írva, megtanultuk, kiáltunk az Úrhoz, zörgetünk, és várjuk, hogy válaszoljon, várjuk, hogy megoldja a problémánkat, de Isten hallgat. A hívők bizonyságaiból, a szolgálók történéseiből nagyon gyakran inkább azt halljuk, hogy szólt hozzájuk az Isten, azt megtették, abból milyen siker lett, milyen csoda lett, milyen bizonyság lesz, milyen gyógyulás lett, milyen új szolgálat történt. A tanításoknak a központi üzenete ezért nagyon gyakran az, hogy Istennel minden helyre tud járni, helyre tud jönni, csak hinni kell, csak beszélgetni kell. Tehát valahol a siker, a felemelkedésnek az üzenete hozzá kapcsolódik ehhez a dologhoz, hogy ha én Istennel járok, akkor az sikeressé tesz engem. Na most az így nevelkedett hívőket néha sok hatásként tudja az érni, amikor Isten nem válaszol, amikor Isten hallgat. És óvatatlan azt fogjuk ilyenkor hinni magunkba, hogy azért nem válaszol, azért nem segít meg látszólag engem, azért nem felel meg az imáimra, miközben a mellettem lévőnek meg pedig megfelel, lám ilyen jó bizonyságai vannak, mert igazából engem őt nem szeret, mert nem vagyok elég jó keresztény, vagy nem jártam elégszer gyülibe. Egy szóval valami hiba van bennem, gondolják ilyenkor a hívők. Valójában Isten hallgatása az egy teljesen természetes, biblikus dolog, és időnként előfordul. Kipróbálunk ilyenkor mindent, és ugyanúgy, miután kipróbáltál mindent, akkor is azt érezzük, hogy nem érzünk semmit. Mintha Isten teljesen magadra hagyott volna, pont ezekben a nehéz időszakban, amikor igazán szükség lenne arra, hogy Isten segítsen nekem. Ez a hallgatás, ez a léleknek a sötét éjszakája, hogy ezt a teológusok elnevezték, ez a kereszténységben egy elég gyakori tapasztalat. Valakinek pár hétig, pár hónapig, vagy évekig tud eltartani, vagy periódikusan visszajön, szóval jelentkezik. De mindenkinél Isten valahogy másként oldja meg ezt a hallgatást, másként fogja feloldani a hallgatást. Mit csinálj ez alatt, amíg Isten nem szólal meg, amíg Isten láthatólag nem válaszolja meg az imádságaidat? Várakozz! Ez egy nagyon nehéz szó. És imádkozz. Na de hogyan imádkozzam, amikor pont nem felel meg? Kezd el ezt felpanaszolni neki. Kezd el Istennek elmondani, hogy mi a problémád. Kezd el neki kiönteni a szívedet. Kiönteni a haragodat. Kiönteni azt, hogy mivel nem értesz egyet ő vele. Azt kell, hogy mondjam, hogy kezd elmondani neki, hogy miért vagy dühös rá, vagy az ő dolgaira. És ahogy így elkezded kiadni magadból ezt a feszültséget, mint minden jó kapcsolatban, egy idő után megnyugszol. Amikor megnyugodtál, kiveszekedted magad ő vele, akkor kezd el kérni őt, hogy Uram, tudom, hogy te vagy. Tudom, hogy te most is figyelsz engem. Kérlek, hogy őrizd meg ezen az úszon. Ahogy megnyugszol, eszedbe fog jutni, hogy Isten jó. Eszedbe fog jutni, hogy Isten jó, és mindent jó dolgokból csinál. Akkor eszedbe fog jutni, hogy akkor az ő hallgatása is éppen én velem, egy jó szándékból, az én érdekeimnek megfelelően történik. Amikor ez megvan, akkor megint nyisd ki a Bibliádat, és kezdjél olyan zsoltárokat keresni, amik megfelelnek a te lelki állapotodnak. Hidd el, hogy ebbe a 150 zsoltárba nagyon sok olyan vers van, nagyon sok olyan igei vers van, ami pontosan tükrözni fogja a te lelki állapotodat. Istennek emberei végigmentek ugyanazon, amint te mész végig. És a 13-as Zsoltártól, amivel most kezdtük ezt a bejegyzést, el fogsz jutni az életedben a 40. Zsoltárig, ami így szól. Várván vártam az Urat, tehát várakozott. De aztán ő lehajolt hozzám, és végül meghallgatta a kiáltásomat. Kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből. Kivont engem a depresszióból, az elhagyottságból, a miért élek érzésekből. Sziklára állította a lábamat, és megerősítette a lépteimet. Újra éneket adott a számba, Istenünknek a dicséretét. Sokan látják ezt,
és elkezdik tisztelni az Urat, és bíznak benne. Tudod, ezek erre valók, ezek a hallgatásos időszakok, hogy növeljék a te bizodalmadat, és hogy még jobban meglátszódjék majd Istennek a dicsősége, kegyelme és irgalma a te életedben. A száraz, hallgatós időszakok, amin esetleg most benne vagy, nagyon kiborító és nagyon nehezen elhordozható. De azt tudnod kell, hogy jó céllal elengedi meg az Atya a te életedben. Kizárólag egyetlen egy dolgod van most. Menj rajta át, maradj hűséges Istenhez, és visszatekintve utólag fogod meglátni, hogy mennyi minden jó gyümölcsöt termett meg az életedben, mindeközben az Atya. Legyél vele áldott. Ámen.